A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Azt kell mondjam, hogy egy nagyon jól játszó Újpestet győztünk le. Szerintem igazán közönség szórakoztató volt a mérkőzés, hiszen mind a két csapat támadni akart és győzni akart. Minden elismerésem az Újpesté, és hogy ilyen nehéz helyzetben ilyen jól összeszedték magukat. Nagyon szeretem a játékosaimat, mert amikor kell, akkor focizunk, amikor kell, akkor küzdünk. 90 perc alatt mind a kettőre szükség van. Ma bebizonyítottuk azt, hogy tudjuk ezt is és azt is. 2-0 után lett volna lehetőségünk arra, hogy lezárjuk a mérkőzést, de nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült megszereznünk a 3 pontot, és a célunk az, hogy minél jobb teljesítményt tudjunk nyújtani, és tényleg kiszolgáljuk azokat a szurkolókat, akik kilátogatnak, és ilyen fantasztikus hangulatot teremtenek a stadionban. Hát hálás vagyok nekik, mert még soha nem köszöntöttek fel ennyien, és több mint 8000-en, de igen, azt kell mondjam, hogy rávilágított arra, hogy többet kell fussak a fiúkkal, vagy nélkülük, vagy még jobban kell futtatnom őket. A szünetben ketten is jelezték, hogy nincsenek jól. A Mirko edzést is hagyott ki a gyomorpanaszaira, de az elmúlt 2 napban nem volt probléma vele, de szünetben megint jelezte, hogy nem érzi jól magát, úgyhogy mondtuk, hogy addig maradjon fent a pályán, amíg elkészül a Tabakovics. A másik pedig a Vági Andris volt, ki kapott egy olyan rúgást a lábára, hogy rá kellett hagyni az utolsó cserét, hogy bármikor bármi probléma összejöhet. Én úgy gondolom, hogy a Rui nagyon kifutotta magát, nagyon jól játszott, ugyanúgy, mint a többiek. A cél mindig az, hogy a mindenki kifussa magából, és mindig a legtöbbet nyújtsa. Most, ma is ez történt. A Rui 70 percen keresztül megcsinálta azt a munkát, amit kértünk tőle. És szerencsére vannak olyan játékosaink, akik a pályára lépnek, akkor tudnak még lendíteni a csapaton.